Srácok, engedem ki most reggel a kutyákat, és ezt a dobozt találtam itt, a nálának a helyén, azért van itt ez a cucc, mert a nála szeret itt is feküdni, és ezt találtam itt, hát mi lehet ez? Csomagokat várok, de ezen nincsen semmi, vagyis pontosabban ott már volt rajta valami ráragasztva, de eléggé furcsa. Nem tudom, ki fogom bontani, de nagyon izgulok. Nem tudom, hogy mire számít csak így ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy nem egy csomagszállítótól jött, meg nem az egyik rendelésem. Egyrészt, hogy nagyon könnyű is. Talán, hogyha több dolog lenne benne, hallgassátok. Meg elég fura, egyébként címke sincs rajta, meg semmi, és a ragasztó is eléggé ismerős. Azt hiszem, hogy van egy megérzésem, hogy kitől kaptam, úgyhogy let's go, nézzük. Úgyis már nagyon vártam, hogy jöjjön valami csomag tőle, mert múltkor azt írta, hogy hamarosan utazol. Nagyon remélem, hogy megyek Dominikára, vagy Mexikóba, vagy valahova befizet. Úristen, de jó lenne. Au! Na? Ez az 5 darab boríték volt benne. És meg vannak számozva 1-es, 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös. 5 darab boríték, vajon mi lehet ezzel a feladatunk? Ja, várjátok, kiesett egy papír, ez volt még benne. Szia, Szandi! Hú, nem tudok így olvasni. Szia, Szandi, a dobozban látsz 5 borítékot. Találd meg a megfelelőt. Kinyitjuk az összeset és megtaláljuk. 2 hibázási lehetőséged van, akkor nem nyitjuk ki az összeset. 2 és 2 darab felkiáltójel is van, természetesen, hogy még jobban belém tegye az ideget, szóval 2 hibázási lehetőséged van, ha elbukod, rosszul jársz, és mosolygós fejek vannak odatéve. Hú, de jó, hogy te mosolyogsz, ismeretlen, de én nem tudok mosolyogni. Szóval összesen 2 hibázási lehetőségünk van, ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő borítékot, de mitől lesz a boríték megfelelő? Látjátok, a hátoldalán nincsen semmi, szóval az, hogy pontosan mi lehet a borítékokban, azt nem tudjuk, meg azt sem tudom, hogy mi alapján találjuk meg a megfelelő borítékot? Szóval lennének kérdéseim. Na srácok, ez lenne az 5 boríték. Ahogy látom, az összesnek ilyen sárga árnyalata van, viszont ez a 2, ha nem is teljesen ugyanaz az árnyalat, de szinte, tehát nagyon hasonló, lehet, hogy az egyik közül lesz valamelyik, mert miért lenne 2 ugyanolyan színű boríték? Az ott egy világos narancssárga, egy narancssárga, hát ez meg ilyen, nem tudom, olyan kicsit rózsaszínesebb vagy barackosabb cucc. Nem tudom, hogy melyik legyen. 2 hibázhatunk összesen. Kicsit könnyítene rajtam, hogyha tudnám, hogy mit keresek a borítékokban. Próbáltam megnézni, de mindegyik ugyanolyan vastagságú, szóval azt sem tudom kijátszani, hogy az összes üres és csak egy valamiben van valami, mert mindegyik ugyanolyan vastagságú. Tanácstalan vagyok! A barátnőm szerint jók a női megérzéseim, szóval lehet, hogy most arra fogok hagyatkozni, és mivel ez a 2 szinte ugyanolyan színű, hogy az egyiket fogom ezek közül választani, méghozzá az 5-öst, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy úgy csinálnám, hogy ugye ki kell találni 4 hülyességet. Na most akkor kitalálom az elsőt, a másodikat, a harmadikat és a negyediket, és a ötödikbe belerakom azt a dolgot, amit ugye hát meg kell találnom. Én így csinálnám, úgyhogy nézzük az 5-öst. Szorítsatok, léci! Jó szemét, lúzer és egy szomorú smiley. Gondolom, akkor nem nyertem, vagy? Csak nem ez lenne a borítékban az, amit meg kell találnom. Azt jelenti, hogy összesen még egyet tévedhetek, és most viszont már tényleg nem tudom, hogy melyiket nyissam ki, mert ja, a 4-es szerintem kihagyom, a citromsárgához most annyira nincsen kedvem. Maradt még akkor a, ugye a 2-es, az 1-es, meg a 3-as. Legyen a 3-as, mit szóltak, hogyha a 3-as bontjuk ki? Ennek ilyen tök fura barack színe van, de amúgy nem rossz, szerintem ez az összes közül a legszebb szín, szóval nyissuk ki ezt. Húzd bele, így veszítesz! És egy mosolygós smiley, mostanában nagyon éli a smiley-kat. Azt hiszem, hogy akkor ez sem volt, és ez azt jelenti, hogy összesen még egyet. Nem! Egyet sem! What? Többet nem hibázhatok, tehát most meg kell találnunk a borítékok közül azt a borítékot, ami a megfelelő boríték. Igazából azt sem tudom, hogy mi fog akkor történni, ha nem találom ki. He? Maradt nekünk még ez a citromsárga, ez nekem annyira nem szimpatikus, bár ebből volt 2, szóval lehet, hogy ez lenne az, ezt félre rakom. Ha nem lesz jobb ötletem, akkor azt fogjuk kinyitni. Aztán van itt ez a 2-es, ennek elég fura ez a 2-es rajta, jó rondán írja a 2-est.
És van ez az egyes. Nem tudom. Nekem ez nem. Tehát szerintem nem ebben van. Úgyhogy marad a kettes és a négyes. Ó, írjátok meg, hogy ti melyiket bontanátok ki. Szerintetek melyik a helyes? Srácok, én kitaláltam valamit. Na most nézzétek meg. Mindegyik a sárgának az egyik árnyalata. Ugye ez citromsárga. Ez ilyen, hát ilyen nagyon-nagyon halvány, barack színű. Ez pedig narancssárga. Na most gondoljunk bele egy kicsit. Halloween jön. Mi a Halloweennek a színe? Szerintem a narancssárga. Úgyhogy én a kettest fogom kinyitni. Ha nem nyerek, akkor is azt gondolom, hogy ez volt a legjobb megoldás az összes közül. Úgyhogy szerintem a kettest fogom kibontani. A srácok, most tényleg szorítsunk, hogy jó legyen. He? He? Nyert! Nézzétek, és egy mosolygos fej. Nyert, nézd meg az e-mailed. Nézd meg az e-mailem. Küldött egy e-mailt? Melyik e-mailem van, vagy 15? Nézd meg az e-mailed. Oké, és hajde nézzük meg az e-mailjeit. Ezt az e-mailemet fogom megnézni, ami ugye egy kint van TikTokon is, meg YouTube-on is. Valahol ugye a cégekkel szoktam tartani a kapcsolatot, meg ilyenek. Azt használom így a YouTube-ra is, úgyhogy azt meg fogom nyitni, és akkor megnézem, hiszen csak azt az e-mailemet tudhatja igazából. Azok az e-mailjeimet nyilván nem akarom mutatni, de nincs olyan, amit nem nyitottam meg, csak itt a GLS-t, még október 16-17-ről, szóval... Nem erre az e-mailemre jöhetett, ha egyáltalán jött valami, de honnan tudhatja a másik e-mailjeimen? Srácok, ezt nézzétek! Booking.com, visszaigazolás száma? Mi a szar? Lefoglalt valamit? Egyáltalán honnan tudja ezt az e-mailemet? Nézzétek meg, bejelentkezés 2023. október 26, az holnap után van. Én aznap akartam elmenni anyáikhoz. Mi van akkor, hogyha nem megyek el ide? Ja, inkább nem akarom megtudni. Kijelentkezés október 27. Egy éjszakát töltök itt. Egyáltalán hol van ez a valami? Megnéztem, és ez kb. Ilyen 6 kilométerre van tőlem. Ez a szállása egyébként van, jacuzzi is, meg minden, szóval annak örülök. És ami a legdurvább, hogy ki van fizetve? Tehát nem is kell fizetnem érte. Jó, akkor viszont elmegyek. Nem tudom, most igazából nagyon örülök. Oké, örülök annak, hogy elmentek egy napra valahova, még akkor is, hogyha 6 kilométerre van innen. Megnéztem, hogy tudok eljutni oda. Maximum biciklivel, mivel arra busz nem jár. Nem is tudtam, hogy van ilyen, szóval én annyira nem vagyok ismerős arrafelé. Viszont azért félek is, mert nem tudom, hogy mi vár rám. Egyáltalán, hogy miért kell ide mennem. Írjátok meg, légy, hogy szeretnétek arról videót látni, hogy mi történik ezen a helyen. És ha fog valami érdekes történni, akkor ezt megmutatom nektek, ha szeretnétek. Egyébként semmilyen másik e-mailt nem kaptam tőle, tehát megnéztem a spam mapát is, meg mindent, nem kaptam más e-mailt, annyit tudok, hogy ezek szerint akkor el kell mennem ide, és gondolom megint valami teljesítenem kell, különben rossz dolgok fognak történni, mindig ez van, mindig ugyanaz. Viszont szerintem nyissuk még ki ezt a maradék két borítékot, hogy ezekben mi lett volna, nagyon kíváncsi vagyok. Ez a négyes. Nem, okés. Nem túl bőbeszédű, és akkor maradt nekünk még az egyes. Ami nem nyert Béna, és egy ilyen smiley. Mondom, most nagyon a smiley-s korszakát éli. A másik nagy problémám, hogy nem tudom, hogy mit csináljak Annabelle-lel. Ugye Annabelle-nek mindig jönnie kellene velem mindenhova, és hát általában szoktam is magammal vinni, jó, kivéve, hogyha boltba megyek. Nem tudom, szerintetek vigyem el magammal erre a helyre, vagy inkább hagyjam itthon? Írjátok meg, hogy szerintetek vigyem el magammal. Igazából már tényleg legjobb barik lettünk. Hát csak ennyi is lett volna ez a videó. Én már megyek pakolni a bőröndömet így két nappal előtte. Én mindig legalább 3-4 nappal az utazás előtt beszoktam pakolni. Még akkor is, hogyha csak Pestre megyek fel anyáékhoz egy éjszakára. De most is ezt fogom csinálni. Pakolok két nappal korábban. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Valamint, ha még nem követtetek be, akkor mindenféleképpen kövessetek be. És akkor majd találkozunk a kövi videóban. Sziasztok!